Köszöntöm a Pannon gazda nézőit! Északbácskában már nagyban folyik az árpa betakarítása. Topolyán eltérő terméseredmények születtek. Holdanként 10 és 40 mázsa között termett. A Magyar Kanizsai Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központban pályázati pénzekből 3 fólia sátrat állítottak fel. A projektumot a tartományi mezőgazdasági titkárság támogatta. Bács-Fekete-hegyen többek között megymaglövő megmérettetés is volt a faluban. Ezekkel a témákkal foglalkozunk a Pannon gazda mai műsorában. Tartsanak velünk! A topolyai községben már nagyban tart az árpa betakarítása. A termelők többsége jó hozamra számíthat. Az árpa felvásárlási ára viszont a napokban csökkenésnek indult. Milyenek itt az árpánál az eredmények? Az árpánál hát nagyon nagy a skála, gondolom ott még a 10 mázsától megyen a 40 mázsáig. Attól függ, hogy ki, hogy mivel, hogy kezelte, ugye műtrágyázta, stb. Főnek a minőségét függően. Mennyire mondhatni, hogy kedvezett az időjárás az árpának? Hát az időjárás az kedvezett neki, persze, hogy elég jó, még a buzáknak is kedvezett. Gondolom nincs probléma, lesz itt elég jó termés, hanem nagyon nagy gond van az árával. Mit lehet arról tudni? Az árával? Mit lehet tudni? Hát annyit lehet tudni, hogy az elmúlt pénteken, most nem mondjak dátumot, mert ugye mai nap, nem tudom, hogy hanyadika van, annyira benne vagyunk a munkába. A pénteken még rajta volt a börzén, az a 21,5 dinár, akkor hétfőn kinyitottuk az interneten, hogy megnézzük, már le volt véve, tehát nem volt ár egyáltalán semmi. Kedden, akkor szintén ki lett nyitva, akkor találtunk egy másik oldalon egy börzei lapot, de az olyan gyugva volt, akkor volt 20,5 dinár. Tehát már akkor egy kicsikét lejjebb ment. Na utána, második napra, akkor megjelent az a 16 dinár 80 para. Na hát most akkor tessék, gondolkozzon el a termelő, ugye, hogy most érdemes termelni, vagy nem érdemes termelni. Ön átadta valahova, vagy mire számít? Sehova sem, raktároztam. Ezért zárja, nem tudom eladni. Itt az emberek teljesen ki van a szolgáltatva ezeknek a kereskedőknek, akik az égre fő nem néznek, ő szólta mindidáig, hogy mi lesz a terménye, meg hogy fogunk termelni, meg hogy mi történik. Ők ilyenkor megvárják azt, hogy az emberek levegyék a termést, adják át, és akkor utána ők szabják meg az árat, ugye, meg stb. És akkor ilyenek, akik csak papírmunkával foglalkoznak, mondjuk lehet azt is mondani, hogy talán háromszor többet tud rajta keresni, mint az a termelő, aki az eget is nézi, meg dolgozik vele, meg küzd vele, meg stb. Ön kivár a jó árra, vagy esetleg takarmánynak lesz az ár? Nem, én sörárpát termeltem, nektáriát, azzal, hogy én kifizettem a magot, de nem csináltam szerződést, mert ott olyan dolog van, hogy elviszik az embertől a terményt, és akkor majd megy analízisre, és utána majd amilyen ők megállapítanak, úgy fognak nekem fizetni. Na ez az idő elmúlt. Én ebből már kinyőtem. Ki lehet-e tartani így? Ki? Ki lehet? Ki muszáj, hogy kitartsunk. Nem, hogy ki lehet, hanem ki muszáj, hogy tartsunk. Nem engedjük magunkat ennyire kiszolgáltatni. Én nekem az a véleményem, hogy ezt az egész mezőgazdaságot, ezt úgy kellene a termelőknek kezelni, hogy egy évet teljesen kihagyni. Tehát itt akkor elmaradnának az alkatrészesek, elmaradnának a naftársok, tehát akik a naftát árulják, ugye. A gép nem kopik, kiadásunk nincsen, a földre nem kellene. Annyi tartalékünk meg talán még lenne, hogy egy évet ki tudnánk tartani, és aztán meglátnánk, hogy ki fogna elévünk térjel borulni. Ki fogna nekünk könyörögni, hogy termeljünk. Erdődi István topolyai termelő az árpa mellett már a búzát is learatta. Búza jobb az árpa, egy kicsikét gyöngébb, még nem tudom, 70%-os, most az enyém, az én termésem a 70%-os. Most különben még nem mértük le kilóra érdőt. Mennyire adta meg a földnek mindent, ami kellett? Hát mennyire az, spórolt? Keveset kapott a föld, mert PCA, szegénység, tudod, hogy van. Keveset kapt. Műtrágyász még semmit, nem őszintén megmondva. Semmit. Hova lesz átadva ez a... Sehova viszem haza, megetetem jószágokkal, de azt se nagyon éri meg. Annak sincs ára, hát nem tudom, hogy mi lesz vele. Főszedjük zsákokba, azt akkor vagy lesz vele valamilyen, tehát most mit tudjak én mondani, őszintén más nem tudok. Mennyire lehet kivárni itt a jobb árakat? Hű, ez hosszú. Sehogy se. Ne lehet oda, hogy az emberek szegény, nezőgazdaság, piszköl.
Amit mi eladja, nem, hát ne is unbe várni, mit válsz be, semmit nem bízz be várni, mert nem érni meg. Tehát nincs mit akarni, vagy mit akarom mondani, tartani, na. Átadom alapba, mit adunk át, ezt a keveset, és kár bevinni. 20-30 márzát, mit csinálsz vele? Sertésállomány, ha föleszi, mennyire jön vissza ez a pénz? Hallod, annyit, hogy visszakapod azt, amit megeszik a jószág. Őszintén meg, itt más semmi haszon nincs. Egy esetleg egyedül, hogy így bekapsz több pénzt, de haszon az nulla. Ha visszakapod, még a malac árát. Ennyi, nem. Sajnos, mikor. Hozták mondani, így tönkretették a mezőgazdaságot. Na, őszintén megmondva. És ön mennyire csökkenti most az állományt? Már nagyon minimum. Még azon tudom, hogy látszik, hogy így marad, akkor semmi se lesz. Minek? Hogy nem érem. Most az ára egyébként? Nem tudom, de sehogy se. 100 dinár körül ízó. Így mondják. Micsoda, ez röhelyes ár. Most ha veszed neki takarmánt, nem kapod vissza, amit megeszik. Hát honnan malacára? Ez egy az egyben röhelyes. Azt mondja, a vágó, hogy 130, mennyi mondta itt a falu műsorban, hogy hogy volt? 130-45? Mi nem adják, akkor termelődnek is azt az árat. A Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ tavaly 2.300.000 dinár támogatást nyert a Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság pályázatán. A pénzből az iskola tangazdaságában 3 fólia sátrat állítottak fel, amelyek ünnepélyes átadására a napokban került sor. Az avatón a szalagot dr. Sarnyai Zoltán iskolaigazgató és Nyilas Mihály magyar kanizsai polgármester társaságában a tartományi mezőgazdasági titkár helyettese Dobai János vágta át. Az együttműködés ez nem most kezdődött, tehát nem tavaly. Évek óta van nekünk egy olyan programunk, hogy a középiskolákat valamilyen módon megpróbáljuk tehát támogatni anyagilag, amelyet tehát nem kell visszatéríteni. Elsősorban is tehát amiatt, hogy minden feltételt megteremtsünk a középiskolákban is a korszerű gyakorlati gazdálkodáshoz, hisz a célunk tehát az, hogy a tanulóknak ne csak elméleti tudás legyen, hanem a szaktudásukat tehát gyakorlatban is tudják alkalmazni, és ezért tehát nagyon nagy jelentőség annak, hogy tehát fóliasátrakat kiépítsenek, öntözőrendszeret kiépítsenek, ugyanakkor a támogatás tehát továbbra is fog folytatódni, és amint tehát láttuk el, 2 évvel ezelőtt 1.700.000-et tudtunk adni támogatásként, tavaly már 2.300-at, az idén évre előállított összeg tehát ettől nagyobb, és én bízom abban tehát, hogy lesz egy olyan közös program, elsősorban is a gyümölcsészetben, ahol szintén megpróbálunk tehát egy kisebb ilyen tangazdaságot létesíteni, ehhez hozzájárulni, és én úgy gondolom azt, hogy tehát innen értékes emberek fognak meg kikerülni, hisz megtanulják az elméletet is, megtanulják a gyakorlati, tehát tudást is szereznek, és ugyanakkor emellett, tehát nagyon fontos az, hogy tehát más termelők, gazdálkodók, tehát felnőttek előtt is ez a tangazdaság nyitva legyen, és hogy ők is tehát eljönnek ide, és a helyszínen tehát győzjenek meg arról, hogy egy tangazdaságon, tehát egy mintaparcellán hogyan is és mit is lehet tehát termelni, amely általában a mezőgazdaságot egy magasabb, minőségesebb termelési szintre tudja emelni. Mert ez egy közös célunk tehát mindannyiunknak, hogy korszerűbben, minőségesebben, olcsóbban, egészségesebben tehát tudjunk termelni, amely áruval tehát meg tudjuk magunknak teremteni azt a versenyképességet, hogy bárhol el tudjuk majd az árut adni, vagyis értékesíteni. Az uborkával, paprikával és paradicsommal ültetett fóliasátrakról a tangazdaság vezetőitől kértünk bővebb információt. 3 darab nagy légterű fóliasátrat kaptunk, 400 négyzetméteresek, dupla falujak, és fel vannak szerelve alsó és felső locsoló berendezéssel, illetve a párásító rendszerrel és a csöpögtető öntözéssel. Ezeket a fóliasátorokat mi ezen a mi kemény réti talajunkon építettük fel, és természetesen első dolgunk az volt, hogy valamennyire olyan állapotba hozzuk a talajt, amiben a növények meg tudnak maradni, fejlődni tudnak kellőképpen. Ezért ezt fel kellett javítanunk, erre használtunk homokot, fűrészport és nagy mennyiségű szerves trágyát.
A palántákat már előre elkészítettük, hát természetesen nem lett tökéletes, mert sok ismeretlennel álltunk szembe, és nem is voltunk mi annyira fölkészülve éppen, illetve nem vagyunk annyira fölkészülve, nem ez a profilunk, de sikerült azért megoldani, úgyhogy most már a növények egy tűrhető állapotban vannak, és nem sokára teremni is fognak. Az uborkát már 2 hete szedjük, az rövid tenyész idejű növény, a paradicsom pedig 1-2 hét múlva, vagy a paprika még egy kicsit később fog bejönni. A tanggazdaságot mindig is elsősorban az oktatási szint emelése, nem pedig a megvalósított terméshozam vezérelte egy-egy beruházás megvalósításában. Ezek arra szolgálnak, hogy a diákjainkat ki tudjuk képezni erre a technológiára, erre a termelésre, mert a mai körülmények között nagyon fontos, hogy ezt elsajátítsák, mert a sok elaprózott kis területeink, amik vannak vajdaság szerte, erre mi felénk is, ez az egyetlen, amivel viszonylag kis beruházással, rövid idő alatt és egy tűrhető jövedelmet, megfelelő jövedelmet lehet megvalósítani. És ezt a diákjaink szeretettel csinálják is, úgy látszik, tudják ők már, hogy erre mekkora szükségük van. Így nekünk a fő feladatunk, hogy a diákokkal megismertessük itt a technológia minden részét, folyamatát, most a zöldségnövénytermesztésben, és később rátérünk a virágtermesztésre is, a dísznövénytermesztésre. Terveik szerint jövőre a fóliasátrakban már nem csak zöldségféléket termesztenek. Egyfajta vetésforgót be kell, hogy tartsunk. Természetesen váltani fogjuk a növényeket, és a lehetőségekhez mértem, mivel ezek nem fűtött fóliák, tehát nem egész évben hasznosíthatók, így már ki kell dolgoznunk, hogy milyen növényekkel tudjuk hasznosítani az év legnagyobb részében. Mindenféleképp be kell, hogy vezessük a dísznövényeket is, mert az is benne van a mi programunkban. Amint azt Miskolci Gézától is hallottuk, a fóliasátrakban nehéz munka folyik, ennek ellenére a diákok mégis itt tevékenykednek a legszívesebben. Ezt ugyanis szakmai szempontból érdekesnek tartják. A tangazdaság vezetője szerint a Magyar Kanizsai Középiskola diákjai a 3 vagy 4 évig tartó tanulmányaik alatt nem csak a szakma kiváló ismerőivé válnak, hanem a szó legnemesebb értelmében dolgozni is megtanulnak. Bács-Fekete-hegyen idén is megszervezték a hagyományosnak mondható megynapokat. A bács-fekete-hegyi, vagyis népnyelven a feketicsi megy a legközkedveltebb fajták közé tartozik. A megynapok keretében az érdeklődők ellátogathattak a Horkai család medgyesébe is. Horkaiék az 1 hektár területen lévő mintegy 500 fáról több mint 1500 kg medgyet szedtek le. Körülbelül 1 hektár területen van 500 megyfánk, most ebből körülbelül 200 fa az, ami még nem termi, ami fiatal ültetésű, ebből egy olyan 200, ami idősebb, több az még a 100, ami 5-6 évesek, kevesebb termés van, úgyhogy hát ezek mindig a termére fordulnak, hogy lesz elég szép mennyiségű megyünk majd. Hát eddig körülbelül 1500 kiló az, amit leszettünk, lehet egy kicsit többet, most így körülbelül nem tudom, de hát még körülbelül 2 nap és befejeződik a megyszület. A megyből nekünk lassan most 5 féle termékünk lesz, ugye hát elsősorban, amit tudunk készíteni, tudunk megylevet előállítani, van egy új készülékünk, egy úgymond megypasszírozó, ugye hasonló a paradicsom passzírozóhoz, és a tiszta gyümölcslevet tudunk belőle kapni. Az elsősorban ugye tudunk, készítünk megybort, megylikört, megypálinkát, ugye megtartít, hogy levédett márkanevünk, és ezen kívül megymagpárnát is készítünk, ugye megymagját is hasznosítjuk. Hát ugye van egy ilyen készülékünk, hogy a szára nélkül történik a megyszüret, és ez belekerül egy készülékbe, egy ilyen centrifugális készülék, amivel külön választjuk a gyümölcs húst a magtól, és ugye tiszta magot csak beszárítjuk, és hát azt tudjuk utána párnába tölteni, ez ilyen ortopédiai célokra ugye fel lehet használni. Ugye hát maga a megytermesztés, amit elmondhatunk, hogy szinte mi megyünk egy Bács-Fekete-hegyen, ez egy bio megynek minősül, ugyanis semmilyen növényvédőszeres permetezés nélkül mi megyünket lehet termeszteni. Mi is egyedül egy ilyen bordóleves lemosó permetezést használunk, vagyis ugye még rizsfakadás előtt, és utána szinte semmilyen növényvédőszer a gyümölcsre magára nem jut. Ami az időjárt illeti, hát virágzás ugye nagyon rossz idő volt, erős szelek, több csapadék, de hát utána azt mondhatom, hogy elég jó idő volt a maga a megyre, ugyanis volt megfelelő mennyiségű csapadék is, jég nem volt, túl erős szél se volt,
ami nem tett kárt a termésben, és hát elég melegek is voltak, ami azt jelenti, hogy elég magas a cukortartalom, egészséges is amely, úgyhogy elégedett vagyok ilyen szempontból. Maga itt nálunk a hűtőház kezdte a felvásárlást 50 dináros kilónkénti áron, egy szára nélkül vásárolta, szerintem ez egy nagyon korrekt, egy jó ár. Piacokon 60-70 dinárért lehetett értékesíteni kb. Szárával szedve, ugye piaci minőségben, mink is 60-70 dinárért adtuk itthonról, valamit eladtunk. Az utcákon, amik vannak fát, ugye gondozás nélkül is szinte minden évben terem a megy, úgymond így módon megéri. Most ültetvényben is ugye hosszabb távra kell gondolkozni, mert az első 4-5 évben szinte semmi termés nincs, hát utána meg mindig növekszik a termésmennyiség. Szóval azért, aki gyümölcsös telepít, azért az bízik a jövőben, mert az nem másnap, vagy nem a következő évben lesz neki bevétele, mert lehet, hogy 8-10 év után lesz komolyabb bevétele belőle. Mi annak szenteljük ezt az egész dolgot, hogy bemutassuk a világnak egyáltalán, hogy ez a megyfajta létezik. Nem igazán tudjuk, honnan ered, honnan származik, de az tény, hogy annyira gazdag és aromatikus gyümölcsről van szó, amely kiváltja ugye a világban minden felé, amelyre csak elviszik az érdeklődést, mert nagyon, nagyon finom és nagyon korai. Tehát a földi eper utáni az első gyümölcs, amely megjelenik a piacon, ebből kifolyólag nagyon magas ára van. Na most, hogy megérdemelt, vagy csak azért, mert kapós, az egy kérdés, de nagyon magas ára van neki, kézzel kell szedni, mert nem válik el szárazon a kocsánya gyümölcstől, és nagyon magas a cukortartalma, és egy éjszaka elég annak, hogy beinduljon az erjedés. Tehát azután a nagyon fekete színéből kifolyólag pedig állítólag rengeteg antioxidáns tartalmaz, és akkor erre már lehet építeni. Ugye egy piaci helyzetet, ez az egész nap, amelyet mi a megy napoknak nevezünk, ma már egybe van kötve a falu nappal is, a falunapi ünnepségekkel. Ez sok mindenről szól, tehát tudományos találkozások, tanácskozások vannak, és tehát hazai és külföldi szakembereket szólaltatunk meg, és bemutatjuk tehát a szaporításnak, a termesztésnek a csinyát-binyát. Az értékesítést az pedig hát úgy lenne a szép, ha már annak lenne számvez, szentelvez a mai nap, hogy azt megünnepeljük, de még az értékesítés hát nem járja a sikerre, mint ahogy mi szeretnénk, de nagyon bízunk benne. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!